Elkezdődött a Transit Fesztivál Tihanyban. Közéleti, politikai és gazdasági témákról vitatkoznak a következő napokban politikusok és szakértők. Az őszi politikai szezonnyitónak is hívott rendezvényen a novemberi amerikai elnökválasztás is többször szóba kerül majd. És az M1 riportere Jó Csaba is erről kérdezte a tegnapi megnyitó előtt Cikra Leventét, az Alapjogokért Központ vezető elemzőjét. Az őszi politikai szezonnyitány hagyományosan immáron itt Tihanyban a Transit Fesztiválon kezdődik. Nyilvánvalóan belpolitika mellett uniós ügyekről is szó lesz majd a következő három napban, és persze az amerikai elnökválasztásról is, hiszen november 5-e egy fontos dátum, és erről kérdezem Mári Szikra Leventét, az Alapjogokért Központ vezető elemzőjét. Az első legfontosabb kérdés ugye végre van Trumpnak, Donald Trumpnak hivatalos kihívója, illetve ellenfele, hiszen Kamala Harris most már hivatalosan a demokrata párt elnök jelöltje. Hogy fogadták a demokraták végül? Egységessé vált-e a párt? Azt lehet mondani, hogy mostanra igen, de azért ugye nagyon sokáig tartott ez a folyamat, amíg ugye Joe Bidennek ez a visszalépése egyáltalán megtörtént, és aztán a visszalépést követően egyébként meglepően gyorsan megtalálták az utódjelöltet, ami mondhatjuk úgy, hogy az amerikai politikai hagyományokat ismerve egyébként elég gyakran az alelnök szokott lenni a természetes utód, de ebben a helyzetben ez azért kérdőjeles volt, mert Kamala Harrisnek a népszerűsége még a saját pártján belül is korábban viszonylag alacsony volt. Most arra azért azt láthatjuk, hogy azért a demokrata pártnak a klasszikus donorjai támogatói és a demokratákhoz húzó média a birodalom felépített egy olyan hangulatot, amiből egyértelműen Kamala Harris győztesként jött ki, és sikeresen adták el a demokrata szavazóknak, demokrata szimpatizánsoknak az ő jelöltségét. Tehát mondhatjuk azt, hogy visszaállt az az egyébként korábban is a legtöbbek által várt helyzet, hogy egy nagyon szoros küzdelem alakult ki az elnökségért, a republikánus pártnak is kialakult a saját elkötelezett szavazóbázisa, akik mindenképpen Donald Trumpra fognak szavazni, hasonlóképp a demokrata pártnak ott van az elkötelezett bázisa, akik mindenképpen Kamala Harrisre fognak szavazni, és ugye az a kevés független, aki még maradt, ő fogják eldönteni az elnökválasztást. Az elmúlt hónapokban, hogyha néztük a népszerűségi indexeket, akkor Joe Bidené igencsak lent volt, de még lentebb volt Kamala Harrisé. Most azonban, mióta nagyjából félhivatalos, és most már hivatalosan is ugye ő az elnök jelölt a demokrata pártban, elkezdett, mondhatjuk, hogy kilőni. Mi ennek az oka? Ugye nagyon érdekes jelenséget láthatunk, mert ugye volt az az időszak, amikor közvetlenül mondjuk a Biden-Trump vita után nagyon elbizonytalanodott a demokrata párt, és mindenki, aki őket támogatta, belértve a sajtót, milliárdosokat, stb. És ugye volt is egy olyan időszak, amikor sok támogató, nagy donor, akik sok pénzzel, nem az átlag amerikai polgárok, hanem akik millió dollárokkal támogatták a demokrata párt kampányát, ők visszatartották ezt a támogatást egészen addig, amíg Joe Biden vissza nem lépett. Tehát azért utaltam ugye az előbb is arra, hogy tényleg volt egy ilyen már-már tervezetnek tűnő felépítése annak a hangulatnak, hogy Kamala Harris lesz a jó jelölt, és azt gondolom, hogy ez hatotta azokra a hívekre, akikre egyébként mondjuk egy CNN vagy egy klasszikus ilyen baloldali megmondó ember hatni tud. Tehát azt gondolom, hogy a demokrata párt sikeresen tudta felépíteni egyébként Kamala Harris-t a saját hívei körében, de ez nem jelenti azt, hogy a függetlenek vagy a republikánusok közül akár bárki szimpatizálna vele ezt követően. Tehát azt gondolom, hogy tényleg azt tudjuk mondani, hogy helyreálltak a párt erőviszonyok. Csak azért is, mert ugye júniusban volt a NATO csúcs, és én akkor voltam kint az Egyesült Államokban, és engem lepett meg a leginkább, hogy úgymond Joe Bidenre megadták a kilövési engedélyt. Tehát olyan showműsorokban, amiket több millióan néznek, Joe Bidenen nemhogy nevettek, hanem szabályosan kiröhögték, és olyan sketcheket csináltak, amely tényleg felhívta az embereknek a figyelmét arra, hogy ő bizony egészségügyileg nem biztos, hogy a toppon van. Most ezek után Joe Bidennek milyen szerep juthat mondjuk novemberig vagy januárig, és felteszi az ember a kérdést, hogyha január után a demokraták szerint nem alkalmas elnöknek, akkor addig alkalmas? Na igen, és ez az a kérdés, amivel egyébként Kamala Harris biztosan szembesülni fog a kampány következő időszakában, most már mint hivatalos demokrata elnökjelölt, és egyben továbbra is Joe Biden alelnöke, helyettese az elnöki adminisztrációban. És nyilvánvalóan, ha máskor nem, akkor legkésőbb a Trumppal való várható vitájában azért nyilvánvalóan Donald Trump szembesíteni fogja azzal, hogy ő asszisztált ahhoz, hogy egy nyilvánvalóan egészségügyileg alkalmatlan elnök vezesse az országot, illetve inkább úgy mondanám, hogy töltse be az elnöki tisztséget. Tehát nyilvánvaló, hogy ez például az egyik legnagyobb kockázata Kamala Harris kampányának, hogy ő hogyan magyarázza meg azt a helyzetet, hogy mi lesz a különbség január 19-e és 21-e között. Ugye január 20-án van a beiktatás hagyományosan az Egyesült Államokban, tehát akit megválasztanak most novemberben, azt jövő év január 20-án fogják hivatalosan elnökké beiktatni, és ez azt fogja jelenteni,
jelenteni, hogy Joe Biden valóban január 19-én még alkalmas lesz elnöknek a demokraták szerint, egy nappal később pedig már nem. Azt gondolom, hogy ez nyilvánvalóan sok választópolgár szemében is felvett kérdéseket, hiszen teljesen egyértelmű volt, és legkésőbb a vitán egyértelmű vált mindenki számára, hogy Joe Biden nincs abban a helyzetben, hogy ténylegesen ellássa egy nagyhatalom államfői és egyben kormányfői pozícióját, és az, hogy most tulajdonképpen ki irányítja az Egyesült Államok kormányát, az azt gondolom, hogy foglalkoztatja az amerikai közvéleményt is. A programokról nem nagyon lehet tudni, legalábbis Kamala Harris esetében. Úgy tudom, hogy Donald Trumpnak van egy 20 pontos kis rövid programja, itt ugye hajsúlyos nyilván ugye a bevándorlás, a mexikói határ, itt azért az ukrán háborúról is tudjuk, hogy mit gondol Donald Trump. Azonban azt mondják, hogy Kamala Harris programja, hát elég eklektikus fogalmazhatunk. Így talán van egy ilyen nagy kiadás növelő része, amiről nem tudják, hogy azt hogyan lehetne fedezni egyébként. Hát ahogy arról beszéltem, hogy helyreálltak a párterőviszonyok, úgy lényegében Kamala Harris teljes egészében hozza a demokrata pártnak azt a mostani állapotát programszinten is, amit egyébként a közvélemény megismert. Tehát a gender ideológia támogatása, az abortuszpártiság, a migrációpártiság és a háborúpárti politika. Lényegében ezek közé csoportosítható és építhető fel Kamala Harrisnek a programja. Ez már csak azért is így van, mert neki azért korábban nem volt igazán önálló politikai arcéle. De részben nyilván bele is illett az alelnöki szerepbe, mert az alelnököt sokszor szokták ugye félig meddig viccesen egy igen jelentéktelen pozícióba elhelyezni az amerikai politikában, ennek történelmi hagyományai is vannak. Nyilván az alelnök az egy olyan szereplő, aki egyébként nagyon gyorsan tud jelentőssé válni, hogyha ugye az adott esetben az elnökkel valami történik. De a lényeg az, hogy Kamala Harrisnek azért nem volt egy nagyon önálló politikai arcéle, és azért érdemes róla tudni, hogy ő egy kaliforniai származású politikus, kaliforniai demokrata. Kalifornia a demokrata párt egyik alapbázisa, tehát neki ott lényegében megszületni volt nehéz demokrata párti politikusként, talán az előválasztásokon kellett egy kicsit küzdeni a pártársaival, de hogy nem kellett igazán kampányolnia olyan közegben, ahol nehéz dolga volt. És ezért is gondolhatjuk azt, és mondhatjuk azt, hogy ő azért nem a legkönnyebben eladható jelölt Amerika többi részén, viszont hogyha mögé pakolják azt a demokrata háttér vezetés által és kidolgozott a programot, helyett, igen, mondjuk. Ha ezt mögé pakoljuk, akkor azért a demokrata bázist azt fel lehet sorakoztatni az ő táborában, és ezt látjuk most. Röviden tömören mi a menetrend november 5-ig? Hány vita lesz? Mi várható még addig? Hát egy vitát tudunk biztosan, ugye ez változik, hogy mikor hány vita van, hogy három vita is volt az elnökjelöltek között. Jelenleg azért azt látjuk, hogy egy vitát tudunk biztosan. A legfontosabb dolog az, hogy viszonylag korán megkezdődik a levélszavazás. Ugye ez már 4 évvel ezelőtt is elég sok vitát váltott ki azért az amerikai politikában, már csak azért is, mert ugye a választásnak a részletszabályait azt a tagállamok alkotják meg, tehát nincs országosan egységes szabályozás az Egyesült Államokban. És ebből azért az következik, hogy a demokrata vezetésű államok könnyítik a levélszavazást, mert az nekik kedvező, míg a republikánus vezetésű államok jóval szigorúbban veszik ezt a kérdést, illetve vita szokott lenni ugye abban is, hogy milyen azonosítást követeljenek meg a választópolgároktól. Ez ugye magyar szemmel megint csak furcsa, hiszen nálunk egyértelmű, hogy mindig viszünk személyigazolványt és lakcímkártyát, amikor szavazni megyünk, vagy valami más fényképes igazolványt. Az Egyesült Államokban ez államonként eltér, hogy pontosan mit követelnek meg. Tehát ez egy kitérő volt, a lényeg az, hogy a levélszavazás jóval korábban megkezdődik, mint a novemberi dátuma az elnökválasztásnak, és ezért nem sok idejük maradt a jelölteknek egyébként, hogy meggyőzzék azokat, akik esetleg még nem döntöttek. Úgyhogy ez fog történni most, illetve nyilvánvalóan egy mozgósítást fogunk látni, ez kicsit közhely, de mégis igaz, hogy valójában az fog nyerni, aki a saját híveit nagyobb arányban fogja tudni elvinni az urnákhoz. Köszönjük szépen, izgalmas hetek, hónapok, tehát november 5-ig az amerikai elnökválasztásig, illetve izgalmas programok itt a Transit Fesztiválon, amelyről folyamatosan beszámolunk majd itt az M1-en.